gondolt, hogy a csatlakozó is ehhez a gyűjtéshez a rászoruló gyerekeknek, amivel tudunk, gyűjtöttünk is játékokat, ruhákat, elhoztuk. Rozmarink Peti a tulajdonos, és a jó barátságban vagyok, és eredetileg nem ez a terem volt, nem itt volt ez a terem, ahol most van, hanem még a főútról költözött ide, és a költözéskor jöttem le megnézni. Azóta elég sokat járok ide, nem itt edzek minden nap, de körülbelül heti-két heti rendszerességgel járok. Egy hasonló rendezvényen voltunk itt Dudás Ádám testépítő barátommal, 2 évvel ezelőtt körülbelül, akkor az állatmenhelynek csináltunk gyűjtést, vagyis hogy a tulaj szervezte ezt. Akkor ismertem meg itt Banit igazából, ezáltal a Shop Boulderhez is bekerültem, Boulder szponzoráltként vagyok most klasszik fizik versenyző, és a Lantos Johnny teambe tartozom, ő a Lantos Johnny a felkészítő edzőm. Mivel én antiszociális vagyok, ez köztudott, ezért én külön edzek a többiektől, és találtam itt egy nagyon jó válnyomógépet. Azért nagyon tetszik, mert ez egy köríves, és fix szögön viszi a vállamat. A támla szöge az tökéletes, ugye az alsó rész meg a felső rész találkozásából, szóval nem kell nekünk kitalálni, nem kell nekünk állítgatni. Ezt nagyon jól kitalálták a fejlesztők, és tanácsolnám azt, hogy ne kezdjünk benne hidalni, nem nyomjuk ki a mellkasunkat. A hátrész ne jöjjön el a háttámlától, mert az további sérülés veszélyeket okoz, és ilyenkor tanácsolnám, hogy vegyük vissza a súlyt. Nagyon jó szögben vannak a fogói. Mint látjátok, nem is kell átfognom, nem is kell rászorítanom, csak kizárólag arra koncentrálok, hogy kinyomjam a súlyt. Ezt a rendezvényt idén ismét azért szerveztük meg, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 60. kirendeltségének gyűjtsünk játékokat a rászoruló gyerekeknek. Erre már több évben is sor került, mindig nagyon sikeres volt, és külön öröm számunkra, hogy Lantos Johnny, Gálsanyi, Szabó Laszkó barátom és Rigó Rihárd eljött és támogatja ezt a jó célt, úgyhogy nagyon örülünk neki. Ez egy nagyon jó kis evezőgép, lapcsúlyos, nagyon jó előre nyújtja, jó fogása van neki, jó melltámasza, és ezáltal nagyon szépen megdolgoztatja a hátizmat. És tartozik hozzá egy kiemelő szerkezet, ami által, ha ezt nyomjátok, akkor előrébb kerülnek a karok, de nem kell előre nyúlni, és simán kényelmesen tudjátok hátra húzni. Nincsen nagyon könnyítve, nincs 100 csiga, igazi kis hardgép, úgy került ide, hogy Peti barátomnak az egyik barátja egy mélytelepen dolgozott, és ott találta meg így a romok közt. Igaz, darabokban volt, Peték elhozták és összevakták, így teljesen jó állapotban van most már. A 90-es években is voltak ilyen kisebb kiruccanások edzőtermekben, de nem csak edzőtermekben voltunk abban az időben. Ugye nem voltak szponzorok, nem voltak táplálékkiegészítő gyártók, akik akár támogattak minket, mint versenyzőket, ezért valahonnan másholnan kell a bevételi forráshoz jutni, viszont abban az időben rengeteg fesztiválon fel tudtunk lépni, akár még dodgemek között is felléptünk, és nem volt ritkosság a diszkóban való fellépés. Annak idején a kisjenőjék is foglalkoztak ezzel, mi is. Megírtunk egy koreográfiát, ami ugye egy felöltözött állapotunkba mentünk fel a színpadra, és bizonyos effektek lejátszására netkőztünk le, és a végén adtunk elő egy testépítő műsort, egy pózolókürt. Ezzel jártuk az országot, és ezzel kerestünk egy kis mellékest, hogy fel tudjunk készülni a versenyekre.